Üdvözöljük a kedves nézőket és a kedves hallgatókat is a kávé.szapiencia podcast rendhagyó adásába. Azért rendhagyó, és azért ülök itt én is, nem más, mert ez egy picit arra gondoltunk, hogy mivel október 10 és 13 között a Sapientia MTL média tanszékének szervezésében lezajlott az Animates Fesztivál, és egy picit erről beszélgetünk, hogy hogy nézett ki ez a fesztivál, illetve van egy tiszt meghívottunk is, itt volt velünk a fesztiválon, és egy picit róla fogunk beszélni, úgyhogy én akkor most nem is húznám tovább az időt, hanem bemutatnám a két meghívottunkat. Itt van velünk Salamon Orsi, aki a média tanszéken gyártásvezetőként dolgozik, és most főszervezői minőségében van itt, illetve velünk van Horváth János, aki a Gauder Áron és Novák Erik 8-ker című filmjét kísérte el a fesztiválra. Sziasztok, üdvözöllek titeket, köszi, hogy itt vagytok. Szia, Miska. Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Orsin, akkor veled kezdeném egy picit, hogy mesélsz nekünk, hogy honnan jött ennek a fesztiválnak az ötlete, mi volt a koncepció mögötte, miért gondoltátok úgy, hogy egy animációs fesztivált kell szervezni? Elsősorban Kassai Rékának a nevét mondanám már most az elején, mert vele szerveztük ezt a fesztivált, és mivel ő animációt oktat, meg van egy animációs cége, ezért tőle jött ez az ötlet, és sikerült egy pályázatot megnyerni a MOL Új Európa Alapítványnak köszönhetően, így megkaptuk a szükséges összeget is, és akkor Réka ötletét, amit már régóta dédelgetett, azt sikerült megvalósítani. Mivel eléggé ritka az ilyen jellegű rendezvény, ezért gondoltuk, hogy animációs fesztivált fogunk szervezni, és elsősorban az volt a cél, hogy az animációs műhelyeket hozzuk egy kicsit össze. Más egyetemekről jöttek meghívottaink, és mivel elég szép számban gyűltek össze, ezért meg is említeném, hogy honnan jöttek a vendégeink. Jöttek Budapestről, a Metropolitan Egyetemről, az Eszterházi Károly Egyetemről, igen, és a Párciumi Keresztény Egyetemről, valamint a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemről, illetve helyi egyetemek is becsatlakoztak, a Bábes-Bolyai Tudomány Egyetem és az UAD. Ami pedig meglepő volt, és őszintén nagyon örülök neki, hogy a helyi iskolások is becsatlakoztak. Rájuk is gondoltunk, nekik is küldtünk meghívót, és szép számban megjelentek, úgyhogy ez nagy öröm volt, hogy ennyire érdeklődőek ők is. És akkor hát utoljára hagytam, de elég fontosak az észt meghívottaink, akiktől tanulhattak az egyetemisták, illetve az iskolások, akik itt részt vettek. Három észt meghívottunk volt, és ők egy workshopot tartottak, aminek elég szép eredménye lett, és az elkészült munkákat a záró eseményen, amikor a Fun Corporation zenekarnak köszönhetően volt egy kis buli, levetítettük, úgyhogy ez egy ilyen érdekesség is, és ki is emelném, mert hogy elég jól sikerült az, hogy közben szórakoztunk, zenét hallgattunk, és lementek a workshopon készült munkák. Úgyhogy úgy gondolom, hogy így most zárásként, hogy összegezzem, szerintem jól sikerült. Úgy gondolom, hogy az, amit próbáltunk elérni, hogy a diákok tanuljanak is, és ugyanakkor kapcsolatokat építsenek, ez többé-kevésbé összejött, mert jó hangulatban telt, volt lehetőségük ismerkedni, volt egy olyan programpontunk, ahol minden egyetem bemutatkozhatott, levetítettük a munkáikat, úgyhogy eléggé izgalmasan alakult. Köszönetet mondanék ugyanakkor a csapatnak, mert hogy az elején Réka nevét említettem, mert hogy ketten indultunk, de hogy mögöttünk volt egy hatalmas nagy csapat, akik nagyon oda tették magukat. Elsősorban az egyetem adminisztrációs csapata, emellett pedig a tanszékvezetőnk Losjáni Melinda,
illetve az önkéntes csapatunk, tehát azért a hallgatóinkra is számíthattunk. Ezt az önkéntes csapatot pedig Erős Henrietta, a mester is hallgatónk vezette. Úgyhogy mindenkinek köszönjük, mert ez másképp nem jöhetett volna létre. És még annyit említenék, hogy mivel két napos volt, ezért két nagyjátékfilmet vetítettünk le. Az egyik volt a műanyagékbolt, és a másik pedig, ami hát a fesztivál záró akkordja lett, az a Gauder Áron és Novák Erik 8-ker című filmje. Úgyhogy én köszönök mindenkinek mindent, és azt, hogy ez a rendezvény így létrejöhetett, én ennek nagyon örülök. Mi is köszönjük nagyon szépen ezt a rendezvényt, és köszi szépen, hogy ilyen szép kereken beszámoltál erről az egész eseményről, és akkor, hogyha már szóba jött a 8-ker, akkor egy kicsit rá is térnénk a különleges vendégünkre. János, én nem is tudom, hogy lehetne téged úgy bemutatni, hogy az teljes legyen, úgyhogy én nem is kínlódnék ezzel, hanem inkább ráthagynám. Te ugye színészként és komikusként szoktál bemutatkozni? Humoristaként. Bocsánat, de hogy ez azért nem feltétlenül takar mindent, amivel te foglalkozol. Mindent nem. Ugye egyből ugye hát, hogy említetted, hogy én vagyok az, aki kísérte a 8-kert, tehát mondja, én vagyok az, aki futottam volna a 8-ker után, mert ugye nem árulunk el borzalmas nagy titkot, hogy miközben a filmvetítés ment, és utána a kedves megjelentek, várták, hogy én feltűnjek a színpadon, hát én nem tűntem fel, én a Királyhágon üldögéltem egy buszon, ahol nem tudom, 4 órát várakoztunk. Itt szeretném megjegyezni, hogy ugye, mert hogy ez a fekete tavi vásár volt, hogy jövőre már nem lesz, ha betiltom, tehát hogy mindenképpen intézkedni fogok. A busz magyar nyelvi utasai jó el voltak, mert én tartottam egyébként egy másfél-két órás műsort, hogy elszórakoztassuk magunkat, miközben itt az egyetemen mindenki az idegösszeomlás szélén volt, hogy mikor fogok megérkezni. Meg is érkeztem éjszaka, amikor már gyakorlatilag a város teljesen bezárt. Úgyhogy nem teljesen sikerült lekísérnem a 8-ker, de most itt vagyok, és akkor megpróbáljuk valahogy ezt kompenzálni, hogy mi is történt. Ugye hát 20 évvel ezelőtt megszületett egy film, ugye Novák Erik ötletéből, és ezt Gauder Áron felkarolta, és összejöttek azok az emberek, akik ebben tevékenyen részt vettek, és aztán kiderült, hogy ténylegesen egy világsiker jött létre, és én, ahogy tegnap este beszéltük, én is megdöbbentem, hogy Jézusom, 20 éve, hogy csináltak ezt a filmet, atya úristen, de hogy ma is nagyon aktív, és nagyon aktuális a film, tehát sőt, nem is tudom, tehát, hogy ne menjünk bele semmiféle világ és aktuál politikai dolgokba, de a film az aktuális, tehát nem vesztette egyáltalán a fényét és a hitelét, azt gondolom. És az újabb generációk is szembe találkoznak ezzel a fajta megközelítéssel. Egyrészt ugye technikai megközelítés, ami mondjuk egy animációszakosnak, vagy aki a rajzfilmek, vagy egyáltalán az animáció világában él, ez mindenképpen egy izgalmas, hogy milyen technikával és milyen módon közelítette meg Áron a filmet, és hát izgalmas ennek az egésznek a megszületése, az elkészítése, vagy a mi játékunk, mert ugye hát mi nem csak egyszerűen arról volt szó, hogy oda mentünk, és akkor felmondtunk egy szöveget, hanem ennél sokkal-sokkal összetettebb volt ez az egész történet, de ha kérdezel, akkor majd válaszolok rá, hogy miért is volt összetette. Akkor én kérdezem. Egy picit azoknak a nézőknek a kedvéért, akik esetleg nem látták a filmet, el tudjuk mesélni, hogy miről szól ez a film? Mert hogy ez is egy elég merész vállalkozás, de próbáljuk. Igen, hát ugye a film cím a 8-ker, ugye az Budapest 8. kerülete, amit senki nem nevez 8. kerületnek, az 8-ker. Rendkívül ikonikus területe volt ez Budapestnek, most is. Szerintem még mindig az. Most is az nagyon átalakul, mint minden nagyon átalakul.
tűnik az a fajta világ, hogy ez most jó vagy rossz, az egy külön dolog, de van annak társadalmi, meg szociológiai jelentősége, meg kulturális jelentősége. A 20-as évek elején az egy nagyon jól prosperáló, mint a 920-as évek elején nagyon jól prosperáló gazdag kerület volt. Aztán a két világháború közötti gazdasági válság, STB-STB, az kissé tönkrevágta a kerületet, és utána a második világháború után pedig elindult egy mélyrepülése a kerületnek, ami gyakorlatilag mostanáig tartott. Ez rendkívül, hogy mondjam, ez PC módon színes és változatos etnikai összetevők. Multikulturális, igen, ez volt, tehát, hogy nagyon nagy létszámban éltek ott egyrészt a munkásosztályból, tehát ugye a szó nem negatív értelmében a proli réteg. Nagyon-nagyon sokan éltek, még most is élnek, de nagyon-nagyon sokan éltek ott, akiknek az ősei Észak-Indiából indultak el Európa fele, és akkor ezt a PC jegyében meg is beszéltük, hogy meg mind. Ennek megfelelően ez a kerület ezt az egész világot így egy budapesti Harlemmé vagy Bronxá építette ki önmagának. És ugye ebben a környezetben játszódik a nyócker, ahol mindenki valós, és mindenki reális, és úgy is gondolkodik, úgy is beszél, úgy is fogalmaz. A törvény oldaláról is, a törvény emberei sem mindig a törvény oldalán vannak. A rossz emberek, feltűnnek azok a filmes archetípusok, akik egyébként a valóságban is, tehát a jó-rossz ember, a rossz jó ember, az, aki csak úgy van és létezik, és hát ugye mindennek az eszenciája a fiatalság, akik viszont képviselik a jövőt, mert hogy van bennük fekete-fehér, sárga, zöld, kék, barna, mindenféle színű, mindenféle etnikumból, és szeretnének kitörni. Ugye hát ez abból a közegből, abból a világból ez egy vágy, hogy kitörjenek. És hát egy ilyen nagyon specifikus módon sikerül kitörni, ami kihatással van a kerületre, a városra, az országra, és aztán kiderül, hogy az egész földbolygóra. És ezt próbálja a film, ezt próbálta Noah Kerik, és ezt próbálta Gauder Aaron megfelelő karakterek felépítésével és színessé tételével ugye a világ elé állni, hogy tulajdonképpen, amiről talán más formátumban este beszéltünk, hogy ez is olyan, mint amit én szeretek a stand-upokon megmutatni, hogy egy ilyen fura görbetükör. Tehát föltart az ember egy görbetükröt, belenézek, és akkor jót nevetek önmagamon, meg a világ elgörbült valamiségén. Na most ez a film, ez reményeim szerint még mindig ezt mutatja minden korosztálynak. Én szerintem az én szubjektív véleményem az, hogy még mindig ezt mutatja, és tényleg egyrészt időtállónak sikerült, de másrészt, hogy van ennek egy nagyon erős kordokumentum funkciója is. Igen. És hát én már azt is kimerem mondani, hogy dokumentarista értékkel is rendelkezik. Igen, abszolút. Jó, én arra azt kérdezném még meg, hogy kerültél? Ugye megint csak azoknak a nézőknek a kedvére, akik nem látták a filmet, azok egyrészt mindenképpen nézzék meg, minél hamarabb. Másrészt egy picit akkor a részletekbe beavatnám őket annyira, hogy elmondanám, hogy te ugye ott vízi zászlóst nem csak, hogy a hangját adod neki, hanem a fizimiskáját is adod, erről aztán majd beszélhetünk később, aki hát egy abból a szempontból érdekes, hogy szerintem itt egy rossz zsaru-rossz zsaru páros van, nem egy jó zsaru-rossz zsaru páros, hanem hogy ti ketten Badár Sándorral, hát egyiketek se egy a törvénynek az idealizált, becsületes, transzparens embere, hanem mind a ketten, hát nem is tudom, hogy fogalmazzak, de hogy itt az lenne a kérdés, hogy kerültél te ebbe a filmbe bele? Hú,
Esti, mert azért mondtam a hút, mert hogy véges a műsoridő. A lényeg az, hogy Noah Carrick-et is, és Gauder Aaront is a filmötlet előtt már több évtizede ismertem, és voltunk ilyen-olyan civil és munka kapcsolatban is. Ugye Erik eredendően festőművész, és onnan avanzsált producerré, majd filmrendezővé, meg íróvá, meg mindenné. Aaron pedig, hát ugye alapvetően ugye animációs rendezőnek tanul, de őt is nagyon-nagyon fiatal kora óta ismerem. És tulajdonképpen ez így, nem is tudom, valahogy adott volt, hogy amikor már felmerült az ötlet, hogy na ez a film el fog készülni, még nem is voltak kidolgozva a karakterek, de akkor már tudtuk, hogy jött Erik, és egyből a fölhívott, vagy nem is tudom, élőbe beszéltünk, de mindenképpen a B betűs szóval kezdte a beszélgetés, hogy benne lesztek Badárral. Jó, mi a gázsi? Tehát főleg arról beszéljünk, hogy hol kell leadni a számlát, mert ugye ez nagyon fontos a művészet terén. És ugye az sem titok, hogy ez a rendőrpáros, ugye Badár törzsőrmester és vízi, eredendően vízi szakaszvezető, itt már ugye sok évtized alatt a felavanzsált zászlósá, hogy mi ugye élőfilmes karaktereket mentettünk át. Ugye Szőke András... Arról is foglak majd kérdezni. Szőke András filmjeiből, ugye mi két filmben is játszottuk ezt a két rendkívül ostoba rendőrt, ugye a Vattatyúkban és az Európa Kempingben. És ugye Erik is nagyon szerette ezeket a filmeket, ismerte a két karaktert, és azt mondta, hogy ezeknek a vidéki rendőr karakterből fővárosi rendőrré kell válniuk, és akkor így kerültünk mi, a mi rendőrpárosunk ebbe a filmbe, és futottuk meg az ottani pályafutásunkat. Egyébként neked milyen a kapcsolatod a rendfenntartással is? Volt esetleg valami konfliktusod velük? Nem. Nagyon, nem tudom miért, valószínűleg a morfológiámban eredendően én nagyon sok filmben vagy rendőrt játszok, vagy bűnözőt. Tehát, hogy így pedig olyan kedves aranyos fiú vagyok, nem tudom, hogy miért. Nem, én nagyon jó kapcsolatot ápolok a közeggel, nagyon szabályosan közlekedem, mindenféle ilyen dolog. És mivel hát én nagyon-nagyon régóta mindenféle verekedéseket is művelek, sportszerű szintem, ezért jó pár alkalommal volt elmúlt sok esztendőben, hogy a régi rendőrtiszti főiskolán, aminek most már azt hiszem egész más a neve, oktattam, tanítottam szakaszokban, szemináriumokon arra hallgatókat, hogy felebarátunknak hogyan lehet akkora pofont adni, hogy elmenjen a kedve mindenféle egyéb rossz dolgokra. Nem, természetesen nem, hanem szabályos dolgokat. Tehát nekem abszolút jó a kapcsolatom. És ezt elmondhatom, hogy Badárnak is nagyon jó a kapcsolata a rendőrséggel, mivel Badár hetente háromszor tör össze egy autót, mert mindig elalszik vezetés közben, mert ugye reggeltől estig vezet, amikor nem vezet, akkor meg fellép, és a kettő között az autóban szokott pihenni. Egyébként ezt jól tudja csinálni, tehát nem szokott gond lenni. Akkor van gond, amikor más rosszul vezet, és akkor neki megy az autóval. Úgyhogy jól ismeri a rendőrség, mert valahol nagyobb baleset van az országban, akkor azonnal fogadnak, hogy biztos Badár művész úr azok, és az esetek 70%-ában valóban Badárművész úr töri össze az épp aktuális nagyméretű autóját, tehát tényleg körbefutom az autóját, megvan a olimpiai 5 próbán, tehát nagyobb autókat szokott összetörni, de a nagyobb autónak az előnye, hogy életbe marad. Meg amúgy is kövér, tehát így megvédi a testsúlya. Úgyhogy ő is jó kapcsolatot ápol a rendőrséggel. Ez 20 évvel ezelőtt is ugyanígy volt, akkor még kisebb autókat tört össze. De azóta nagyon népszerű lett.
de ez egyébként a filmkészítése nem volt különösebben hatással, tehát hogy tettük a dolgunkat. Esetleg találkoztál olyan rendőrrel, aki látta a filmet, és kaptál tőle valamiféle visszajelzést, hogy... Igen. Hát van olyan magas rangú rendőrtiszt ismerősöm, akinek a tanítványainál már közreműködtem több alkalommal, hát az ő például rendszeresen mondja, hogy nem tudom, fél évente megnézi a filmet, mert hogy imádja. És egyébként hogy fogalmazok meg én szépen, tehát, hogy legalábbis ma már ez nem így van, tehát egyáltalán nem így van, de akkor, amikor a film készült, akkor még, akik azok már réges-rég nem dolgoznak, mert mindenki nyugdíjba ment, meg már elment a civil szférába, hogy nem jártunk mi annyira messze a valóságtól, mint rendőrök. Mert ugye, hát az élet az ilyen. Főleg akkor abban az érában, a nyolckerben, ahol még akkor macskaköves volt az út, és nagyon döcögött a rendőrségi lada. Úgyhogy akkor még olyan volt, úgyhogy mi megpróbáltuk visszaadni azt a fajta légkört. És ugye, még nem kérdezted meg, de biztos meg fogod kérdezni, de én elébe megyek, úgyhogy rögtön meg is válaszolom, hogy nálunk az volt a nagyon jó, a mi esetünkben Badáron, hogy ugye ennek a filmnek van egy storyline-ja, storyboard, van egy forgatókönyve, vannak dialógok. Nekünk is készült dialóg, és első alkalommal ez szerint mondtuk fel a filmet, és akkor nem jó. Úgyhogy utána szabad kezet kaptunk, tehát az összes létező mondatunk, az mind impro, mert hogy mindenki már felmondta a sajátját, és utána amikor kiderült, hogy csináljuk meg megint ezt az újra szövegelést, és akkor nem is biztos, hogy biztos, hogy nem egy alkalommal csináltuk. Meg őszintén erre már nem emlékszem, hogy mennyi alkalom volt, akkor már mindenkinek tudtuk, hogy mit mondanak, milyen végszavak vannak, és akkor annak megfelelően reagáltunk, és mondtuk a mondatainkat, ami nagyon érdekes volt, mert jó pár olyan alkalom volt később, ilyen olyan vetítéseken voltunk, és így idézték, hogy számítógépes galánt. Miket mondtunk, igen, és hogy mondjam már azt is. Hűha, nem emlékszem, mit mondtam. Ja jó, akkor elmondom, mert tényleg ez így jött. Uh-huh. Ez így jött. És ezzel volt még egy nagyon-nagyon aranyos, kedves történetem, hogy valamelyik régi vetítésen ültek ott utána beszélgetés, civilek, meg újságírók, és volt egyik újságíró feltette a kérdést nekem, hogy a film előtt, mielőtt ezt a filmet készítettük, vagy közben, vagy utána, volt-e, és ha igen, milyen kapcsolatom volt a hip-hop kultúrával? Így váratlanul ért, így kicsit így melbe csapott. Gondolkodtam, mondtam, hogy egyik alkalommal hétvége volt, talán vasárnap délután, Áron felhívott, és nagyjából a következő beszélgetés zajlott le köztünk. Hello! Adott a szinkron, gyere már be, az hip-hop meg kéne csinálni. Na, hát ennyi kapcsolatom volt a hip-hop kultúrával, hogy hip-hop megcsináltuk az egész hóbelevon. Mondtam az újságírónak, aki nem értette ezt az egészet. Hogy na jó, de amúgy. És akkor mondtam, hogy itt ül mellettem, félre csapott sapkába, junior, őt kellene erről kérdezni, milyen kapcsolatom van hip-hop kultúrával. Jó, én egy picit kérdeznélek a munka folyamatról is, mert hogy a YouTube-on szintén meg lehet nézni egy making of videót, hogy hogyan készült ez a film,
és ott benne vagytok, hogy szinkronizáltok, de viszont benne vagytok úgy is, hogy egy ilyen elég fura maskarába, ilyen motion captures, csináljátok a dolgotokat. Mesélsz erről egy picit, ez technikai oldalról. Az nagyon izgalmas volt, ugye nem akarok hazudni, de szerintem akkor Budapesten, vagy Magyarországon az volt az első mocap stúdió, talán még csak 8 vagy 12 kamerával, tehát nem az, ahogy most megy, hogy 168 millió kamera, meg azon már réges-rég, akkor ez egy ilyen nagyon izgalmas és új dolog volt. Hallottunk már róla, láttunk már, mit tudom, YouTube-on vagy itt-ott, de semmi. És akkor valóban oda mentünk, felvettük a fekete harisnyanacit, nagyon szexin néztünk ki benne, meg jól néztünk ki. Bepöttyöztek, és gyakorlatilag az összes mozgást, tulajdonképpen ugye Áron tudta, miről van szó, mi még nem nagyon értettük, mi soha nem láttunk ilyet, hogy én oké, be vagyok pöttyözve, meg rajtam vannak a jelek, meg kereszt a homlokom, ebből mi lesz, mondom, valami vallási zűr, na mindegy. És eljátszottuk, tehát amit a filmen lehet látni, úgymond összes mozgásos meg akció jelenet, azt hárman vagy négyen csináltuk meg, és aztán döbbenten láttuk, hogy az én általam végrehajtott mozgásokra az adott karaktert ráhúzták, egyszer csak felépült, mint a mai világban, amikor a 3D-s rétegek így épülnek fel, így egyszer csak így felépültünk, és akkor öregembert, kurvát, bocsánat, tehát, hogy olyan hölgyet, aki a testét árulja, pénzért. Jó, most nem mondok semmit, akartam, de nem mondom. És ez egyéb figuráknak a mozgásos meg akció karaktereit, ezeket eljátszottuk. Áronnak volt egy felépített storyboardja. Ezt csináljuk, azt kell eljátszani, így fog kinézni a filmbe, ezt szeretné. Gyakorlatilag egy színházat játszottunk kamerák előtt, egy színházat, rövid ilyen sortokat vettünk fel, rövid jeleneteket vettünk fel, és gyakran nem is tudtuk, hogy ez most mihez fog kötődni. Itt most bejön ez a három ember, három politikus, majd akkor meg lesz kergetve bottal, le a lépcsőn, fel, el kell esni, föl kell ugrani, bármit kell csinálni, és akkor azt szerintem az is legalább kétnapos munka volt, a minimum kétnapos munka volt, mondom, egy nagyon-nagyon izgalmas, hosszú és fárasztó. Bele kellett tanulni, hogy hiába volt mindenkinek kamera rutinja, meg színpadi rutinja, de egyszerűen egy ilyen furcsa volt, hiszen nekem mondjuk, ha épp egy öreg ember voltam, vagy egy 45 kilós prostituált, akkor ugye hát a 190 centimmel is úgy kell mozognom, hogy én most hihető legyek, hogy én egy 45 kilós ukrán prostituált vagyok. Gyermekkori vágyaim között szerepelt, de így most meg is valósult, hogy ukrán prostituált legyek. Akkor még nem volt semmi a ukrán-orosz probléma, úgyhogy ez még politikán kívül van. Viszont a kerületben jellemzőek voltak ezek a szőkehajú, kedves ukrán lányok. Enyhe akcentussal beszélő ukrán lányok. Egyébként meg vagy elégedve a filmbéli karakterednek a fizimiskájával? Igen, most ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, mert mi azt gondoltuk az elején, szerintem majdnem minden karakter, aki adta magát, meg a hangját, meg a testét ehhez az egész játékhoz, hogy hát úgy jönnek a rajzfilmesek, megnéznek, lerajzolnak minden, és akkor én meg majd oda megyek, és akkor felmondom a szöveget. Na, ehelyett nem akarok nagy számokat mondani, de szerintem legalább 160 vagy 165 különböző mimikát
vett fel áron mindenkiről. Rólunk legalábbis biztos, a többieket nem tudom. Tehát, hogy azzal is több napot foglalkoztunk, mert hogy megkaptam a listát, amin olyan mennyiségű arckifejezés és mimika volt, én mondtam Áronnak, hogy ennyi nincs, tehát, hogy hát, hívd fel Steven Segalt, basszus, hát majd az ad neked mimikát, de hát én ezzel mit kezdjek? Tehát, hogy, és mindent, és leültünk, beültem egy székbe, nem tudom hány kamera, meg fényképezőgépek, meg minden, amit el lehet képzelni, és Áron előttünk, és mondta, mosolyogsz így, mosolyogsz úgy, így vagy szomorú, úgy vagy szomorú, ilyen érzelem, olyan érzelem. És akkor egy idő után kezdtem elfogyni érzelemből, mondom, hogy sértsé meg, vagy valamit csinálj velem, mert nincs tovább. De ő akkor megsértett, és akkor mentünk tovább. Szóval ez jóval túlmutat azon, meg túlmutatott azon, hogy lerajzoltak bennünket, vagy képkivágással, vagy akármivel megcsináltak, és én szinkronizáltam valamit, hanem tulajdonképpen azon karakterek, akik felismerhetők, tehát ott vannak, ők mindenki saját maga. Tehát nekünk ez azért volt egy nagyon érdekes és azért nagyon-nagyon furcsa film ebből a szempontból, hogy animációs film, de egyikünk sem érezte ezt animációs filmnek, mert én vagyok jelen. Emlékszem, amikor egyik nagyon kedves és animátor, akivel amúgy is jó, civilben is jó baráti viszonyt ápolunk, ő mondta nekem, hogy hát, hogy én tünemény aranyos nő, hogy az elmúlt nem tudom, 3 évben én sokkal több időt töltöttem veled, mint a férjemmel, hogy nincs az a mozdulatod, az a rezdülésed, hogy én ne tudnám. És ez nagyon furcsa volt hallani, mert hát ő ül a asztal előtt, és akkor én hülye tollakkal piszkutál, ami a képernyőn megjelenik. Nagyon sokszor bent voltunk, ott voltunk, tehát nagyon, tehát nem az volt, hogy egyszer vagy kétszer láttak bennünket, hanem tulajdonképpen akkor is ott lábatlankodtunk, amikor egyáltalán nem volt ránk szükség, meg hát halvány segéd fogalmunk nem volt arról, hogy Áronék mit csinálnak. Néha próbálták elmagyarázni, próbálták beavatni, hogy most akkor te most mit csinálsz velem, meg hogy mozdítasz meg. És ugye ez, hogy gyakorlatilag mindenünket, az egész testünket, arcomat, fejemet, mindenünket, úgyhogy persze kicsit el vagyunk karakírozva, mert én azért nagyon jó képű vagyok, még most is, akkor nekünk pláne. Én úgy érzem, hogy én akkor ott egy picit lehettem volna szebb, Badáron viszont szépítettek sokat, tehát hogy... De hát azt mondta Áron, hogy az összes bit nagyon megküzdött a számítógépekkel, hogy sikerüljön szépíteni rajta. De kellett, hogy ne legyen 18 éven felüli a film, tehát már csak emiatt is. Tehát, hogy a szöveg, meg az egyebek, az nem számít. Meglátják, hogy a gyerekek Badár soha nem nőnek meg. Tehát, hogy úgyhogy azok úgy, igen, azok mi vagyunk, és mi voltunk. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas az egész. Meg ugye azt tudni kell, hogy mielőtt a nagy film elkészült, ugye készült 8 vagy 10 rövid epizód, ami az egyik akkor viszonylag friss kereskedelmi csatornán indult el. Aztán azt hiszem nem ment végig az összes, mert valami... Uh-huh. Kreatív nézeteltérés, vagy nem tudom, tehát valami miatt nem ment, de hogy nekünk már volt így előképünk. Érdekes is, mert én gyakran már keverem, tehát hogy most ez most a nagy filmben volt, ott mondtam ezt a szerintem is nagyon vicces mondatot, és megveregettem a vállam, de jó vagyok, vagy a tévésorozatban. Természetesen a sorozatból sok minden át lett
emelve a nagy filmbe, és sok minden belekerült, kicsit csiszolva, meg kicsit forgatva, de hát mindenki, Osama Bin Ladentől kezdve mindenki ott volt, ahol lennie kellett, és hát természetesen mindannyian, akkor tudtuk, hogy Osama Bin Laden nem az afgán hegyekbe rejtőzik, hanem itt a Nyóckerbe. Valahol a József utca környékén. Az egy biztos hely. Nincs, hogy ott mindenki eltűnik. Jó, akkor én most egy picit itt kinyitanám a témát, és hát de tényleg szerintem egy podcast műsor nem lesz elég, hogy a te egész munkásságodat átbeszéljük, úgyhogy ha nem gond, akkor maradjunk itt a filmnél és a film világánál, mert neked ott is azért, hogyha csak így az IMDb adatlapodat végignézzük, akkor hát elég sok megjelenésed van olyan filmekben, amik wow, így hát szerintem nyugodtan tudjuk kultikusnak nevezni őket, és olyan rendezőkkel dolgoztál, akik a magyar filmben hát non plus ultrák. Én onnan indítanám, hogy nem tudom, hogy ez igaz-e, lehet, hogy ez fake news, és hogy az IMDb hülyeségeket beszél, de hogy te szerepeltél a Linda sorozatban is? Igen, fiatal voltam, és kellett a pénzt, tehát hogy... hogy szerintem az nem szégyen. Nem, abszolút nem. Hát a két Lindában tűntem fel, ha nagyon megkínosztok, se tudom megmondani őszintén, hogy melyik epizódokban, tehát hogy... olyan egetverő mély alakítás, tehát, hogy nem tudok felmutatni. Egyszer szerintem aluljáróból kijövett, kellett Görbenórát megtámadnom, aki egyszer lerugott, egyszer leütött, valami ilyesmi volt. Ugye ez köszönhető volt annak, hogy ugye a harcművészeti jártasságnak, meg a kapcsolati rendszernek. Én annyira véletlen keveredtem a Lindába, hogy nagyon, tehát, hogy nem éreztem valami egetverő becsvágyat, hogy én a Lindába játszok. Egy alkalommal szintén Szentesről Budapesten voltam fent, és kimentem a Tatterzába, ahol a kaszkadőrök lovagoltak abban az időben, mert valakivel valamiért kaszkadőr ismerőssel találkoznom kellett. Nem tudom már. Találkoztunk is, amikor beviharzott egy másik kaszkadőr, ismert kaszkadőr szakértő. Beszélgettünk, hello, és hú, te figyelj, mert te mit csinálsz a jövő héten? Mit csináljak? Hogy tudom, kedden, most mondtam valamit, kedden fel tudsz jönni 14:30-ra? Vagy be tudsz jönni ide? Jókor jókor, mint Szentesre. Be. Mert mi válsz, vagy mi? Hogy mások? Hú, figyelj, ezért Linda. Jó. Pénzt is kapsz. Jövök. Hogy az Istenben jövök? Mondom. Hol? És akkor mentem, és egyszer voltam fent egy napot, egyszer meg két napot. És szerintem legalább összjáték időben, a két részben szerintem legalább 25-30 másodpercre feltűnök. Természetesen bőrkabátban, meg ahogy kellett. Még lehet, hogy nem tudom, hogy elnök, de lehet, hogy még volt valami, figyelj kisanyám, tehát valami nagyon, nagyon mély értelmű a korszaknak megfelelő szintű. Alvilág. Szegény Görbenórát csak figyelj kisanyámmal támadták, tehát nem tudott úgy kimenni az utcára, hogy valaki ne jött volna a szembe, figyelj kisanyám, és akkor azonnal neki ütni dugni kellett volna. Úgyhogy igen, játszottam a Lindában. Jó. Ez volt a kezdet.
Nem. Hát ugye a kezdet a szőke volt. A szőke jó. volt. Kronológikusan halad, vagy lehet, hogy én most bele fogok gabolyodni a kronológiába, talán a roncsfilm volt a következő? Nem. A szőkével én legelőször tehát nagy filmben, legelőször egy nagyon picit, tehát szintén nagyon fiatalon, meg ilyen ismeretségben, az Jeles András volt az Állambrigád, ahol ilyen önálló fülű munkás. Tehát, hogy körülbelül annyira nem volt fogalmam, hogy most én a Jeles Andrással vagyok, hogy semennyire. Ott is legalább 42 forintot kaptam az egész történetért, és egy nagyon picit, egy villanásnyira ott vagyok, de ő. És akkor utána, ugye Szentesen irodalmi drámai tagozat, színpad, amatőr filmes klub, mi csináltunk mi mindent. Én mindig az a típus voltam, vagyok, hogy azt, hogy ezek a kütyük, hogy működnek meg, hogy meg minden fogalmam, de halvány segéd fogalmam nincs. Látni látok. Tehát a jó Istenke is világhírű rendezőnek teremtett, csak nem engednek ki bontok, mert látni látom, meg tudom mondani, hogy meg minden, hogy mivel, meg hogy, meg az nem. Úgyhogy volt nekünk mindenféle próbálkozásunk, meg remek szuper 8, meg 16-osokra, meg akármire. Tehát csináltunk, forgattunk a Szentesen, a Tiszaparton iszonyatos karate filmet szuper 8-ra, nagyon-nagyon-nagyon jó, én rendeztem. Egyik főszereplő is én voltam. És akkor így mentünk, és akkor igen, Szőkével volt először nekem a Citromdisznó, utána jött a Vattatyúk, és ugye a Vattatyúkban jelent meg először a két karakter, ugye Badár és Vizi, és utána jött az Európa Camping, és az Európa Camping után, de most nem is tudom, hogy volt-e közte valami, lehet, hogy volt közte valami, utána jött Szomjas a Nyóckerrel. Nem a Nyóckerrel, hanem a roncsfilmmel, ami egyébként a Nyóckerben van. Tehát ilyen szempontból nekünk Badárral iszonyatos előképünk volt a Nyóckerhez, ahhoz attól függetlenül, hogy mi ugye Szentesről kerültünk oda, és ilyen kérdések is voltak régebben, hogy pont a Nyóckerrel kapcsolatban, hogy tudom én hitelesen megvalósítani ezt a karaktert, hiszen én eredendően nem is budapesti vagyok, de hát mondom, akkor én már nagyon régóta egyrészt Budapest. Kettő, meg én sokat dolgoztam, hála Szomjas Gyurinak, Isten nyugasztalja, nagyszerű ember volt, a roncsfilmmel, és hát az tényleg mindennek a közepe, meg mindennek a teteje volt. Azt nagyon-nagyon szerettük, és ott valóban, és azon kívül, hogy a Szomjassal dolgozhattunk, ott azért ikonikus színészek voltak, vagy aztán volt, aki már később lett nagyon ikonikus, de ott egy ilyen nagyon-nagyon jó hangulat volt, és egy ilyen hát az tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus filmforgatás volt, olyan dolgokkal, amit ma már nem lehetne úgy megcsinálni, a végén a disznóvágás, ugye hát az egy szuper jelenet volt, az szegény röfikázott, tényleg disznó vágva lett. Mert ugye aznap volt az utolsó forgatási nap, és a stábból ide a röfi főt, meg a kondérba. Rendes böllér jött Szentesről, Szőke kerített a böllért. A gond az volt, hogy ezt nagyon korán, nagyon hajnalba forgattuk, ott látszik is a filmben. De mire elkezdtük forgatni, hogy csak ott részek mindenki.
beleértve a Böllért is. És hát ugye az, ami látszik a vásznon, az az iszonytatos nyomorultkodás. Azt így utólag be lehet vallani, az valami iszonytatos nyomorultkodás volt, mert végül ma abba bizakodtunk, hogy vagy az operatőr, vagy a disznó, de valaki szívrohamot kap, az egyszer vége lesz ennek az egésznek, mert 68.442 kört kellett leírni a gólyakocsma udvarán. És ez azért még a helybeli nyolckereseket is, az őslakosokat is meglepte, tehát hogy erre ők sem voltak. Jó, a késelés, a nagy kés az mindennapos dolog, de volt abban az időben, na de nem a röfit. És ugye az állatvédelem már akkor is működött, tehát ez nem úgy van, csak a szegény disznó szurkáljuk le agyba főbe. Egymást, azon nincs gond. Úgy, nem, hát a roncsfilm az minden tekintetben fantasztikus volt. Jó, a következő, amire én rákérdeznék, az, ha jól tudom, akkor Jancsó Miklósnak a Kejfel Kumámne aludjájába is megjelensz. Igen, is meg. Ez most így kérdezően nagyon öncélú, de hogy szerintem a mi generációknak azok a filmek nagyon-nagyon sokat jelentettek. Igen. Miki bácsi nagyszerű ember volt. Hála Istennek volt rövid, sajnos már csak rövid időszak, de hogy amikor úgy egy picit hallhattam néha közelről, és minden ilyen pátosz meg túlzás nélkül, jó ember volt. És neki ez a két idióta senki házi alak, ez a madár meg vízi, ez a két karakter, ez neki nagyon-nagyon tetszett. Nagyon-nagyon szerette. És ezt ő megragadta, ezt a két figurát, és tovább építette, és tovább vitte, és még jó darabig azt gondoltuk, hogy majd velünk viszi tovább. Aztán ez a két karakter egy másik nagyon ikonikus és nagyon-nagyon magasra emelkedett párosnak a nagyszerű, és tényleg nagyon sokszor nagyszerű játékában csúcsosodott ki, de volt egy pillanat, hogy megjelentünk, de nem rólunk szólt a történet, de én annak is nagyon hálás vagyok, mert már hogy láthattam Miki bácsit még aktívan dolgozni, meg soha nem mondott nagy dolgokat, hagyott levegőt venni, meg létezni. Szerintem a legnagyobbaknak ez a legfontosabb ismérve. Most ugyanezt ma elmondhatom Szömyös Gyurira, vagy a szintén zseniális Sándor Palikára, aki vagy a szintén volt lehetőségem dolgozni. Nála is játszhattam rossz embert. De hát ez van. Jó, ugye még van egy másik elég, szerintem az is az idő során kultikussá vált dolog, amiben azt nem hogy azt hiszem, hanem hogy nem jelentél meg, de viszont szakértőként közreműködtél, ez ugye Fábri Sándornak és Vahorn Andrásnak a nevéhez kötődő Cadillac Drive. Igen, megjelentem. Igen, az alaszkai részben, hát addig bujkáltam. Tehát addig bujkáltam. Csak ez megint egy picit, hogy azoknak, akik nem ismerik az egészet, ez arról szól ugye, hogy Fábri Sándor, akit nem kell itt részletezni, és Vahorn András, aki a szintén kultikus Albert Einstein bizottságnak volt, zenekarnak volt a tagja. És festőművész, és képzőművész, és ők végig, zenész. Zenész, és hát mindenféle. És ők végigutazzák Amerikát egy Cadillac-ben. Igen, egy 73-as Cadillac Eldorado Cabriót hoztunk be Los Angelesből Budapestre lábon. Ugye ez két szakaszban zajlott a forgatás. Volt ugye az amerikai szakasz, Los Angelesből
elindultunk fel éjszakra a kedilekkel, meg a kísérő autókkal, ugye végig Kalifornia, Oregon, Washington állam, aztán Kanada, British Columbia, Yukon teritorium, és át Alaszkába, ez majdnem 6 hétig tartó forgatás volt, és hát elkövették azt a ballépést, hogy Badárt meg engem elvittek. Ugye ilyen több funkciósak voltunk, egyrészt ugye én voltam az Észak és Alaszka szakértő, mert ugye én 93-94-ben kint éltem Alaszkába, de abban most nem menjünk bele, hogy én miért éltem kint Alaszkába, egyébként kutyát hajtottam már, hogy számhúzó kutyákkal foglalkozom 86 óta, most is, mert az elmúlt évben fél évet megint a sarkvidéken töltöttem Lapföldön, de az most abban most végképp, abban most készül arról egy könyv, meg van egy is, de most abban nem megyek bele. Ha legközelebb meghívtak, akkor nagyon szívesen egy 3-4 napot egyfolytában beszélek róla. És akkor milyen több funkciósak voltunk, tehát egyrészt sofőr, Alaszka szakértő, szereplő, minden voltam, de mivel én a sztoriban csak Alaszkában jelenek meg, ezért hát ember ennyit nem bujkált kamera előtt, mint én, tehát azért Los Angeles-től végig bujkálni egészen a alaszkai határig, végre előjöhettem, hogy itt vagyunk, az nem volt egyszerű, az egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Egyébként ugye az utána mi Badárral könyvformában is létrehoztuk, mert ugye, hogy mi kitaláltunk, nem találtunk ki, bocsánat, született nekünk egy trilógiánk, 4 könyvből álló trilógia, de hát nem voltunk reál szakosak, tehát most az, hogy 3 vagy 4, ez mindegy. Amikor mi, ugye, mert mi Badárral ugye elmentünk 86-ba Japánba karatézni. A Szovjetunión keresztül. Tehát valószínűleg innen sem volt könnyű, de hogy azért elmondanám, hogy 86-ban Szentes Csongrád megyében van a Dél-Alföldön, Japánba menni, az nagyjából olyan volt, mint hogyha azt mondtam volna, hogy a Holdra megyek. Kénytelenek voltunk elmenni, mert ugye 80-ban kezdtünk el karatézni. És 80-tól 85-ig folyamatosan az egész városnak arról hazudoztunk, hogy megyünk Japánba. Ezt nyugodtan megtehettük, mert esély nem volt, tehát hogy ugye piros útlevél volt, akkor is csak Badár kijuthatott egyszer vagy kétszer Bulgáriába, meg egyszer elmentünk, kijutottunk Badárral sajtot csempészni Szabadkára, csak elbaszarintottuk, mert nem mondta senki, hogy melyik irányba kell csempészni, úgyhogy mi kicsempésztük a sajtokat, nyáron én téli kabátba mentem, mert hogy az összes sajtrám volt akasztva, és egy szabadkai piacon sírógörcsöt kapott minden kerülgést, egyrészt már rámolvott az összes sajt, kettő, meg mi voltunk az egyetlenek, akik Szabadkára csempésztünk sajtot, mert mindenki onnan csempészte be az országba, úgyhogy itt a csempész karrieremet fel is adtam. Tehát mondom, marad a művészet, mert abba se bukok sokkal nagyobbat. Nem is buktam, tehát ugyanúgy nem jutottam sehova, mint a csempészettel. Na, a lényeg az, hogy hol tartottam? Hogy Japán? Japán, ja igen, Japán. Tehát, hogy éveken keresztül folyamatosan hazudoztunk Japánról, és ugye Badár, mint már arról beszéltünk, ugye vasutas volt, tehát ugye, amikor elfáradt, és nem volt dolga, akkor felült az egyik vonatra, ott elaludt, és valahol leszállt, körbenézett, megint hazament. Ez így is rendszeresen ugyanígy felment Budapestre. És 85 telén, nagyon hideg volt, felment Budapestre, Vörösmarty téren ott kolbászolt, ment jobbra-balra, baromi hideg volt, látott egy, ki volt írva, Ibusz iroda, most is egyébként ugyanott van az Ibusz iroda, bement, hogy kicsit melegszik. Bement melegedni. Azonnal odafordultak hozzá, jó napot kívánok, hova szeretne menni. Ettől erre nem volt felkészülve, vagy erre a stresszre, hogy vele beszélgetnek, és ilyettébe mondta, hogy Japánba. Parancsoljon, üljön le, ebből nem lesz jó. És azonnal élőbe raktak ilyen prospektusokat, ugye vadul a szocializmusban vagyunk, tehát hogy nulla pénz és nulla forint, és esély sincs semmire. És mondták, hogy hát el lehet jutni Japánba így, meg úgy, Münchenen keresztül, meg Helsingin keresztül, nem is tudtuk, hogy hol van, mert nem, hogy nem, hogy oda. És mondták, hogy 160 000 forint,
240 ezer forint, ugye abban az időben Badár keresett 4600 forintot a vasútnál, én azt hiszem 3200-at, tehát ezt így kell összerakni, és nekem akkor már volt születésemtől kezdve gyűjtött a család egy ifjúsági takarékbetétet, ez úgy volt, akkor voltam 22 éves összegyűlt 10 000 forint, tehát ez így lehetett überelni, hogy ennyi. Mondta Badár, hogy hát sajnos köszönjük, nem, erre megszólaltak, hogy van ám egy olcsóbb lehetőség, hogy el lehet 25 000 forintba jutni Japánba a Szovjetunión keresztül. Ezt úgy kell elképzelni, 6 nap, Budapest-Moszkva repülő, Moszkva-Habarovszk repülő, Habarovszk az Amur partján van a kínai határnál, Mandzsúria teteje. Habarovszból Nahotkába, Nahotka az Vlagyivosztoknak a polgári kikötője, Vlagyivosztokba csak az atomtengeralt járók mehettek be, azt nem láthatta senki, kivétel mi, mert Badár lefotózta, mert én fölemeltem a falon keresztül, és meg így átfotózott, mondom, itt le fognak bennünket lőni, és itt ilyen hülyén halok meg, hogy lelőnek, és aki rám rogysz, és úgy halok meg itt Mandzsúria a legszélén, na mindegy. És akkor Nahotkából hajóval Yokohamába. Ez 6 nap. És akkor mondta Badár, hogy ebből kérek 2. És akkor hazajött, és mondta, hogy komám, csomagolj el, indulunk. Hova? Japánba. Hova? Japánba. És akkor így mentünk el Japánba, felkészültünk, akkor feljöttünk Budapestre, elkezdtünk japánul tanulni, és ugye a karate mesterünktől, ugye Furkó Kálmántól kaptunk egy ajánló levelet, hogy egy edzésen részt vehetünk a Kyokushin Karate Központi edzőtermében, a Honbudozsóba, ahova aztán beköltöztetek bennünket, bármi ezt nem akartuk, és nagyon sokáig vertek, csak azért, hogy ugye hogy testileg, lelkileg fejlődjünk el lélegépítésként, tehát minden nap sírósra vertek többször, és eltöltöttünk másfél hónapot úgy Japánba, hogy egy hónapos vízumunk volt. De többet nem adtak. Egyáltalán a mai napig nem is értjük, hogy mi hogy kaptunk vízumot. És amikor hazajöttünk Japánból, akkor mi nem voltunk híres emberek, de tudtuk, hogy ezt majd a nagyon híresek leszünk, mert ugye feltett szándékunk volt, hogy híres emberek leszünk. Egyébként ez a vasútállomáson és az uszodában, ahol én úszómester voltam, ez reális cél volt. Tehát tényleg úgy nézett ki, hogy innen egyenesen a hírnév felé fogunk repülni, és ha oda felrepültök, akkor megírjuk majd ezt a könyvformában. És meg is írtuk. Később, mikor már rettenetesen híresek, megírtuk, és kiderült, hogy műfajt teremtettünk. Mert hogy stand-up még nem készült könyvformában. És aztán jött a többi. Jött ugye az Amerika. Azt arra nem is gondoltuk, hogy meg fogjuk írni, de az utazásunk végén Anchorage-ben, ugye Alaszka legnagyobb városában, a Fort meg a Fifth Avenue sarkán van egy olasz fagyizó. Ha valaki arra jár, egyébként tök jó az olasz fagyizó, ha valaki Anchorage-ben jár, akkor nyugodtan menjen be, és akkor ott benn voltunk Fábrival, fagyiztunk, meg beszélgettünk, akkor már így tényleg a végén voltunk a forgatásnak, egy nap, két nap volt vissza utazásig, és akkor mondta Fábrenna, figyeljetek, menjetek, azt írjátok meg ezt könyvbe. És akkor hát a Fábri azt mondta, akkor megírjuk könyvbe, úgyhogy ez volt az Amerika vagy a véredény nyomában. A véredény a Cadillac, mert ugye végig szívta a vérünket. Utána a következő könyvünk volt, hogy a KEK, Közép-európai kalandok. Az azért lett KEK, mert ugye el akartuk adni az idősebb generációnak, és ha valaki férfi és idősebb, vagy minimum középkorú, akkor az azt gondolja, hogy KEK, Közép-európai kupa, biztos focikönyv, azt jó megveszi. És a negyedik könyvünk pedig, ugye a trilógia negyedik része, ez volt a Határtalanul, ami szintén Szentestől Prágáig, Moszkvától Alaszkáig mindent magába szívott és összerakott. Úgyhogy ezek a mi kis könyveink. Elméletileg már nagyon régóta írnánk egy újabb trilógiát, de nem írtuk meg, ezért a kiadónk az már 47-szer elátkozott bennünket halálosan.
De külön-külön azért dolgozunk. Én most is írok több mindent, legfőbbképpen mindig a számlatömbömet szeretném megírni, de abból van sajnos a legkevesebb. Ezért kénytelen vagyok könyveket, meg hasonlókat írni, aminek egyébként áruljuk el, semmi értelme nincs, tehát, hogy ebben, de legalább, nem tudom, nyomot hagyok, vagy valami hasonlót. Na jó, itt a kollégák jelzik közben, hogy lejárt az időnk, úgyhogy hát mely, akkor nagyon jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen. A számlatömbhöz is, minél több oldal. És nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és hát várunk vissza, mert ez tényleg az életművednek a 20-10%-ról beszélhetünk. Másfél. Szóval János, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Orsi, nagyon köszönjük neked is, hogy itt voltál. Nagyon köszönjük, hogy meghívtátok ide Jánost, és hát akkor... Én is még a végszóként annyit, hogy egyrészt nagyon köszönöm, hogy meghívtatok. Nagy izgalommal vártam, hogy milyen lesz majd itt a közönséggel beszélgetni. Úgyhogy mindazok, akik itt voltak tegnap, és nem találkoztak velem, azoktól külön elnézést kérek, mint ahogy amit a műsor elején ígértem, nem lesz többet Fekete-Tavi vásár, tehát hogy megszüntetem az egészet, tehát ilyen még egyszer nem történik. Ja, és hát ugye fogok eszközölni változtatásokat a repülőgép menetrendben is, mert hogy hát ezért voltam kénytelen busszal jönni, mert hogy hétvégén nincs repülőjegy, vagy nincs repülőjegy, van, csak repülő nincs. Úgyhogy a magángépen meg most nem indult. Úgyhogy... Megtörténik. Úgyhogy megtörtént az ilyen, de ha legközelebb is hívtak, akkor nagyon nagy örömmel és nagy kedvel jövök. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Mi is köszönjük, hogy itt voltál. És akkor a kedves nézőknek is köszönjük szépen a figyelmet, és akkor majd nem velem, hanem a Török Ferenccel majd találkozunk a Szapiencia Podcast következő epizódjában. Viszontlátásra!